Az MB2 11. fordulójában a Budafok 3 0 győzelmet aratott a Kozár Misleny ellen, aztán kiderült, hogy a hazaiaknál Szűz Zsolt jogosulatlanul szerepelt, a hiba miatt pedig lemondott a sportigazgató és a technikai vezető is. Az MLS helyt adott a Kozár Misleny óvásának, de egyelőre nem jogerős a döntés. A napokban kiderült, hogy Filkor Attila veszi át a sportigazgatói szerepet, azaz a hétvégén a Nyíregyháza Spartakusz elleni meccsen már ebben a pozícióban vesz részt, a pályán nem segíti a BMT-t. A budafokiak a 17. helyen állnak a tabellán, vasárnap pedig 16. alkalommal találkoznak az Sparival. A mieink eddig 9 esetben nyertek, 5-ször lett döntetlen a végeredmény, és csak egyszer győztek a piroskékek, Utoljára 2018-ban nyert a Nyíregyháza, akkor Nagy József és Rezes László találatával 2-0 lett a végeredmény. Az akkori győztes csapatból Pekár László most is a tagja. A támadó dolgozott együtt a budafoki jelenlegi trénerével Mátyus Jánossal. 2015-ben mindketten a sparit erősítették az élvonalban, majd a vezető edző később az NB3-ban bajnokságot nyert a Nyíregyházával. Ami a sparit illeti a sérültek közül Pakur Roland rehabilitációja megfelelően, halad, gyógytornára jár, rövidesen elkezdheti a futóedzéseket. Remélhetőleg jól reagál majd a lába, és hamarosan futball specifikus mozgásokat is végezhet. Vas Patrikról és műtéte után november 12-én veszik le a járógipszet, ezt követheti majd a rehabilitáció. Mikey Ramos a dorog elleni találkozón kapott a lábához, és nem tudta folytatni, szerencsére nem súlyos a sérülése. Papucsák Barnára viszont további vizsgálatok várnak. A diagnózis borda problémát mutatott, de szeretnének minden eshetőséget kizárni, ezért vizsgálatokra van szükség. Adam Csak Máté sem játszhatott az elmúlt mérkőzéseken, szerencsére nála a sérülés már rendbe jött, de teljes értékű munkát még nem végezhet. A szakmaistább munkáját nehezíti, hogy a múlt hétvégén kiállított Dajc Bence és az ötödik sárgalapját megkapó Baki Ákos elgyíltás miatt nem szerepelhet a hétvégén. A Budafok elleni meccs vasárnap 13 órakor kezdődik.